Sziasztok, gamerek, én Flatpak vagyok, és köszöntök mindenkit itt a Surviving the Aftermath következő, soron következő adásában. És rá kell jöjjek, hogy nem tudok számolni. Folyton elrontom az epizód számokat. Ez a soron következő ötödik, míg az előző ugye nyilván negyedik és harmadik voltak, ezeket rosszul mondtam a videókban. Tehát ez most az ötödik rész. Az újrakezdett 9-es, update-es ötödik rész. Úgyhogy folytassuk is ott, ahol abba hagytuk. Hamarosan mehetünk a specialistáinkkal máshova, illetve ha jól emlékszem, akkor a kajákat akarunk elők visszahozni, méghozzá elég sokat, ugyanis a kolónián eléggé gyérül állunk kajával, valamint várunk még a kutatás befejezésére és különböző épületek megépítésére. Úgyhogy addig is, amíg ez nem következik be, addig gyorsítsunk az időn, és scoutoljunk egy kicsit. Azt mondja, hogy igen, itt már elkezdett menni a munkás a következő műanyag mezőhöz, és meg is lett a kutatás. Gyorsan kiválasztunk egy másikat. Azt mondja, hogy ez nem érdekes, fiberből van elég, és ahhoz, hogy tudjak fejlettebb dolgokat előállítani, kaját, meg mindent, ahhoz ezt ki kell fejlesztenem, ezt a full storage kapacitást, úgyhogy ezt el is kezdjük. Azt mondja, hogy gabona, kukorica és krumpli is már nőnek, úgyhogy ebből lehetne akár szüretelni, de nyilván még nem fogjuk, ugyanis 0%-os. Hát ez 30, ez pedig 10%-os a termett mennyiség. Akkor mehetünk specialistákkal. Azt mondja, hogy te nálad van 24 komponens, ezt vissza is hozzuk, ugye az kell a szélerőműhöz. Te nálad szőcskék vannak, az nagyon gyorsan kell a kolóniára. Akár csak a bogarak, vagy ezek a kukacok. Miska fölveszi a maradék fibert. És aztán jövünk erre. Mondja, hogy 67%-os eséllyel veszletülünk elterült, de nem is ezt szeretném elküldeni, hanem majd a druida nőt, úgyhogy ezzel folytassuk tovább a felfedezést. Itt gyógyszert fogok találni, ami nagyon-nagyon jó, azt fel is vesszük. Illetve akkor, ha ez végzett az összes kivételével, ami most be is következik, és mellé még pénzt is kaptunk, nagyszerű, akkor jövünk is ezekért a science pontokért. Mindenki lépett, mindenki. Úton van hazafele, majdnem. És banditák állnak kapu előtt. Ezt megint csak elnyomjuk. Tehát három lehetőség, pontosabban kettő közül tudunk választani, vagy adok nekik pénzt, jó sokat kérnek, vagy pedig valószínű harcra bocsátkozunk velük. Én megkockáztatom ezt a harcot. Remélhetőleg nem fog kolonistánk belehalni, viszont ez túl sok ahhoz, hogy ezt nekik adjam. Kaját nyilván nem tudok annyit, mert csak kettő van, úristen. Hát akkor megint harcolunk egyet, és elkövettem azt a hibát, hogy nem adtam hozzá még egy kolonistát a kapuhoz, így csak egy valaki lövi őket. De még mindig olcsóbb javítást eszközölni, mint a pénzt nekik adni. Valószínű, hogy igen, megint itt végük lett, mint a botnak, robbantástól. Viszonylag olcsón megúsztuk, szerencsére. Javítás pedig mindössze 3 fénybe kerül, úgyhogy teljesen jó döntést hoztunk. És akkor azt, ugye még várunk a fára, de utána itt az ideje, hogy a harmadik sátrat is átalakítsuk ilyen hát tákolmány házzá tulajdonképpen. De most a fa sok mindenre kell. És nézzük, hogy hogy állnak ezek a területek. Már ilyen messzire elküldtem őket. Még közelebb is van itt fa, illetve beton, úgyhogy akkor ezt átmozgatom ide.
Aztán ezeket hozzák ki, és aztán menjenek távolra. Valamint hát itt közelebb is volt. Ja, mondjuk ez beton, és én fát szerettem volna sokat hozni. Itt is van egy érintetlen még. Ezek meg már megint messzebb vannak. Működik egyébként a favágó kunyhó, nem teljes kapacitással. Ugye még ide is tudnék valakit kutatás árán beküldeni. Jut eszembe, itt most már akkor hozzábírunk adni valakit extra kaja gyűjtésre. És még így is maradt 3 darab utárunk, vagy ilyen szállítónk. Most már 0 kaja mennyiség is, itt már valaki éhezik is. Hogy lehet, hogy nem optimális, de le kellene szedni ezt valamelyiket. Illetve hát következő körben úgyis beérnek a sok kajával. Itt ugye nincsen senki, mert most nem indokolt, hogy legyenek orvosaim. Akkor megint csak pörgetjük az időt a következő aktivitásig. Az erdész pedig szépen telepítgeti a fákat nekünk. Azt mondja, hogy hozhatjuk be az elemózsiát. Közben akinek kell, ő gyógyulhat. És pont nem jutott idő, elég mozgáspont arra, hogy azt felfedezzük. Akkor elmegyünk a gyógyszerért. Illetve ide a tudományos pontért. És akkor vissza. Most már 112 élelem van, ez jobb mint a nulla. És így, hogy tulajdonképpen ketten vissza is jöttek, mind a ketten 100%-osak, ezt vissza is küldhetem őket, sőt 3-an térképre. És ilyenkor újra léphetnek, ez tulajdonképpen jó. Akkor mivel Scrappa, te ugye harcos vagy, nézzük meg, hogy itt tárolnak-e valamit, semmit. Itt is tudományos csomag van, akkor ezt itt leharcoljuk. Minor victory, remélhetőleg nem kapok majd sebzést. Azt mondja, hogy jöjjünk ezért a bogárért, vagy mi az, kukacért el. Következőben akkor elküldöm őt a maradék szerszámért is. És akkor te pedig jöhetsz még ide ezekért a komponensekért, valamint az EU ládáért. Akkor most már mindenki lépett valóban. És mint aki sose látott még ennivalót, rohan a kapuhoz, hogy felvegye a frissen érkezett élelmet. Most már nem jött egyetlen, hanem még jönnek mások is. De hirtelen is fogyott 10 darab élelem, úgyhogy nagyon gyorsan itt valami más megoldást kell találni. Pedig halat is szedek, de nem olyan gyorsan, mint ahogy kellene. Ez 3 per nap. Így most már 6 per nap jön, az 9. Fogyókat is szedek még. Ez ugye szállító mennyiségtől függően érkezik. Az igazság, hogy kellene még kolonistát befogadnunk, vagy most már lehet, hogy inkább az iskolát fogom előnyben részesíteni kutatásnál. El is készült ez. Akkor nézzük, hogy mi kell az iskolához. Itt ezt ki is tudom fejleszteni, nagyszerű, akkor jöjjön ez. Ugyanis akkor a meglévő gyerekekből, a 8 gyerekből előbb-utóbb ugye felnőtt lesz, és őket is bevethetem majd mindenféle munkára. Bár a gyerekek így is dolgoznak, de nem teljes munkaerőt képviselnek. Leginkább csak gyűjtögetnek nekünk. Például itt vagy igen a Avery, aki most megy, és ha minden igaz, akkor fát fog hozni nekünk. Tudok-e valamit építeni? Azt mondja, a Trade Center nem sokára elkészül, ha minden igaz. El is készült, valaki már dolgozik is benne, nagyszerű. Akkor nézzük, hogy mit tudunk kereskedni a már felfedezett másik kolóniával.
Azt mondja, hogy náluk van kukorica, illetve napraforgó mag, ez nem is tudom hirtelen micsoda. Illetve már lehet ugye livestockot is kérni. Azt mondja, hogy ha ezt trédelem velük, ha minden igaz, ezt a piros élet, akkor azzal növelem a reputation-t is. Pontosabban a jelen bocsánat, hogyha ezt adok el nekik, akkor, és hogyha jelen pillanatban itt nincs olyan, amit velük tudnék pozitív reputation-ben trédelni, de mindenképpen elhozom tőlük a maximum, vagy amennyit tudok 554-ért. 62 kukoricát. Illetve tudok-e nekik valamit eladni, ami nekem nem kell? Például nagyon sok a fémem. Abból nekik adok 21-et. Nagyon sok a műanyagom is. Abból is mondjuk egy 24-et. Akkor ezért a mennyiségért még mindig tudok kukoricát kérni, ha minden igaz. Így van. Egyre más nem akarok eladni, illetve ez a junk is mehet nekik, nekem az ugye nem kell. Illetve talán ez... Igen, ezt meghagyom, mert ugye ezt a Mechanic Shopban még át tudom alakítani alkatrészekre, ami szintén egy hasznos komponens lesz, hasznos alkatrész későbbiekben, úgyhogy akkor ezt mégiscsak meghagyom. Ez így akkor mehet. Kapok tőlük 70 kukoricát, adok nekik 21 fémet és 24 műanyagot, és 2 nap, 3 óra lesz, mire megérkezik hozzám. Remélhetőleg addigra nem fogunk elfogyni élelemből. Úgyhogy... Ez nagyszerű, és talán gondolkodva a következő kolónia fölfedezésére, már most elkezdhetném építeni a következő Trade Centert, bár az se volna hátrány, hogyha kicsit föl stockpile-olnék fából és betonból. Szóval mi az, amit tudok még építeni, és nincsen? Most már tudok waste dumpot is, nagyszerű, illetve akkor ennek a másik megfelelője az az Environmental Station. Ezt is akár el is kezdhetném most felépíteni, viszont ehhez ugye nem nagyon tudom, mert kell áram. Amihez még nincsen ilyen alkatrész. Ugye ezt tudok majd gyártani abból a junkból, amit majdnem eladtam. És azt a Mechanic Shopban tudom, olyat esetleg tudok-e már építeni? Nem, még nem, akkor a következőnek azt fogjuk kutatni. Meg is nézem, hogy hol van. Azt mondja, hogy én Mechanic Shopot mondott. Itt lenne a kajában is az Exploration, itt a kolóniában vagy a Productionban kellene lennie. Egyelőre még nem látom. Akkor itt ezt gyorsan megnézzük a enciklopédiába, ami nem itt van. Hanem itt van, hogy milyen épületek vannak. Vagy mégsem itt van, hanem talán ebben. Így van, buildings. Azt mondja, hogy Mechanic Shop. Hogy ez csak azt mondhatja, hogy nekem mik vannak építve. Akkor majd egyszer csak sor kerül rá. Addig is remélhetőleg találok majd a pusztaságban alkatrészt. Ilyen parcot. Jön a fa. Jön a beton. Mi kell a következő nagy épületház építéséhez? 25 fa, még abból hiányzik 10. Akkor azt megvárjuk. Lakhely egyébként még így is lenne egy darab túlélőnek, eszközben meg lehet javítva. Viszont így, hogy nincsen jelenleg aktív threat, veszély, így nem küldök senkit sem védekezni. Ugyanis már csak, szintén még, már csak 2 darab szállítom van. Akkor azt mondjuk, most Miska került az élre, ővele akkor ezt a területet felfedezzük.
És azt mondja, hogy ez egy újfajta alkatrész, ezt nem ismerem még, ez valószínű, hogy egy nemrégi update-tel jött, úgyhogy ezt mindenképpen összedjük. A gyógyszerekre megyünk rá. Sajnos ez még beletelik még egy körül, mire mindet fölvesszük. Hát nézzük, hogy ennyit fogunk sebesülni. És nem sebesültünk nagyszerű, benne voltunk a 33%-os határvonalban. És a maradék 160-et pedig vissza vagyunk következőben. Akkor titeket megtámadunk, szintén tudományos csomag reményében. Ide eljövünk szerszámért, aztán éterre tovább fölfedezünk. Valamint itt me elhezok ezt a maradék komponenst. És ennyi. Hogy állunk kukoricával? 62% van már megteremve. És 11-et hozna, tehát akkor úgy néz ki, hogy valószínűleg ilyen 18-at kapok majd a teljes mezőért. Még kukorica nagyjából a negyeddel, sőt több mint a negyede van készen, és a negyedeért kapok 11-et körülbelül. Tehát akkor ez egy ilyen 40 hozama lesz. Az egész jó. Viszont cserébe lassan nő. Akkor gyorsan megnézem, hogy mi kell majd ennek az építéséhez. A fa, beton és vas. Nem tudom, hogy mennyi, azt nem írja ki. De ezeket már előkészítem. Legyen belőlük az építésre. Ide le is rakom a metal scrap mellé. És valaki megfertőződött, gyorsan beküldünk egy orvost a sátorba, hogy el tudja látni, ugyanis ez fertőző betegség, nem akar majd átragassza a többi kolonistára. Még 7 darab fém található ezen a területen, aztán át kell költöznöm ezekkel is máshova. Közben az akkumulátor már elkezdett épülni, ide is behozták a maradék komponenst, már tényleg csak ezt a 8 csavart kell megtalálnom. Most nem tudok venni, és azt hiszem, hogy akiket felfedeztem kolóniákat, őnáluk nem változik az árukészlet, de basszus, ez volt náluk és nem vettem észre a mindenségit. Most várnom kell még legalább egy napot. Majd, hogy hosszadtam volna belőle legalább 6-ot. Na mindegy. Remélhetőleg találok majd, hogy mondtam, a pusztaságban belőle. Nagyon kellene már elpucolni ezeket a pólusönöket is innen a környékről, ugyanis fertőzi az épületeimet. Ezt akár már most el is kezdhetem. Én is nem teljesen hatékonyan dolgoznak. Ezt is lehet. Illetve ezt is lehet. Hogy lehetséges, hogy azért, mert igen, a work area itt most csak 89%, tehát ezt át kell mozgatni nagyjából, úgyhogy 100% legyen ott a bal oldalon, lehet látni. Itt egy 100%-os, na ez most jó lesz. Kérdés, hogy mennyire befolyásolja ez a pollution a behozott hús mennyiségét, de ahogy látom, nem. Kolonistánkat már kezelik, gyógyítják. Euládából jól el vagyok látva, és most valamiért nem jön fel a... Na itt van, 16 és 12, ez tökéletesen elegendő. Terszámból, mióta megépítettem ezt a... Lehet, hogy nincs is még ilyen épületem. Egyet sem használtak el. És még a ruhából sem. Abszolút tényleg nem indokolt a szabó kunyhó megépítése sem. Jó lenne, ha mondjuk ide kiírná azt, hogy mennyi van a következő beérkezésig. Nem kellene ezt a ablakot mindig megnyitni. De még egy óra, egy nap 11 óra. Ezek most már tényleg lassan elfogyanak.
bogyókból is már csak három van itt, úgyhogy azt lassan át kell tenni egy másik helyre, és ami a szomorú, hogy hamarosan elfogyok itt a közelben lévő bogyókból is, tehát innentől kezdve tényleg csak azon csak arra a kajra szántatok, amit behoznak, illetve megtermelnek, ami jelen pillanatban nem sok. Hiszen vannak a specialisták, mehetünk is. Azt mondja néző, hogy ez micsoda, nem jelöli, nem írja ki, hogy mi ez, ez az új nyersanyag. És innen még hoztunk némi pénzt is, és akkor utána pedig ezt a kettőt felfedezzük. Remélhetőleg nem halunk bele ebbe az újabb kísérletbe, és ezt is megúsztuk életerő csökkenés nélkül, fantasztikus. Akkor jöhetünk erre a kettő területre felfedezni. Itt pedig harcolunk egyet, remélhetőleg megöljük őket egyből. Így is van. Siker. Így akkor a következőnek ezért eljövünk, bár lehet, hogy ha már ő itt van, akkor fölveszünk egyet. Nem várunk a droidanőre. Jöhetnek a szerszámok, ez már ugye maradék mennyiség. És akkor utána erre fedezünk föl. Igen, akkor bele pedig ezt a hármat fogjuk elsősorban felfedezni. Ugye itt közel van a EU csomag. Hamarosan befejezzük az iskola. Aztán le tudom tenni a földre és megépíteni egy iskolabuszt tulajdonképpen. Ezt itt fölgyorsítom, hogy ne jön olyan sokáig. Meg is volnánk. És akkor tényleg keressük már meg ezt a Mechanics Shopot. Azt mondja, hogy ez nem az, ez sem az, ez sem az. Ez ugye Maintenance Depot, az nem ugyanaz. Ez őrposzt. Ez sem lenne hülyeség megépíteni, ugyanis ezt oda téve a kapu mellé tudnánk harcolni a banditák ellen. Gunsmith, ezzel fegyvert tudok majd előelteni, de ugye kell hozzá a lebemlített part, tehát akkor valószínű, hogy ennél nem lesz följebb, ha már ugye ehhez ez kell. Nézzük meg hát ha itt van, de itt így a garázs van, de a bővített kapu, radar. Ez sem az. Itt van, Junk Recycling Mechanic Shop. Jó, akkor ezt kell most már következőnek, és akkor rámegyünk erre a 200%-os, 200 research pontos Mechanic Shopra, és akkor jöhet az iskola. Itt talán kicsit közel lesz a lenyezettséghez, úgyhogy mi lenne, hogyha itt tenném. Nem lehet, belelóg a bánya, vagy az épület. Ha mégiscsak itt ide teszem, én is ezt előbb-utóbb fel fogom számolni, így is, úgy is. Jöjjünk hozzá egy utat. Eddig. És most fogytak el a bogyók, úgyhogy nem ezt akarom áttenni. Bár mondjuk akkor ez is maradhat itt. Hanem ezt akarom áttenni. És itt még van. Akkor ezt nem vettem előbb észre. Maradjon. Kukorica már szinte majdnem, nem teljesen megérett. Krumpli lassan 50%-on van. És ezt nem értem, hogy miért ír 1%-nak, mikor itt semmi nem érkezett még meg. Ezt ugye még javítják, folyamatban van, bár senki nem tudja javítani, ugyanis valószínű, hogy egy darab szállítónk van.
Ugye egyet betettem orvosnak, másikat pedig éppen kezelik. Úgyhogy jelenleg egy felnőtt tudja az anyagokat mozgatni, ami nem jó. De már elkezdett csökkenni a száma, úgyhogy valaki éppen itt van. Így van. Lilian. A megmentő. Mert ahogy látom, ezt javítja először. Most fogyott el a fogyó. Akkor ezt talán kicsit túl messze van. Itt volt egy közelebb, ez jöhet. És sajnos az étel nagyon-nagyon csökkenőben van. Túl gyorsan, hát vagyis nem túl gyorsan, mert nem gyorsan jönnek a tudelők, de túl gyorsan fogadtam őket. Nem szkéleltem vele egy időben az élelemtermelést. Úgyhogy lehetséges, hogy nem ártana hozzáadni esetleg még egy vadászkunyhót kolóniához, valahova ide. Csak ugye ez azt fog eredményezni, hogy még az egy szállítóm sem fog rendelkezésre állni. Úgyhogy továbbra is maradok a kinti behozatalra. Itt maradt még 16, akkor ezt is fölvesszük. Egyébként azt még sose tapasztaltam meg, hogy mi történik akkor, hogyha egy specialistánk, teszem azt, ennyi nyersanyagot a sebében meghal, hogy ez elveszik, vagy esetleg föl tud kelni, még így nem jártam, hogy specialista meghalt volna, és nem is szeretnék így járni. Itt még van komponens, szintén veszély nélkül fölvehető, úgyhogy először felfedezem, mi van itt, és akkor utána fölveszem azokat. Itt akkor már nincsen veszély, ezeket föl tudom most már fedezni. Itt egy kórház, akarom nem is kórház, hanem egy másik kolónia, és ők nem igen kedvelnek engem. Minusz 97 a reputáció, de ők árulnak komponens, gyógyszereket, tudományos csomagot, és ez ugye mindig megújuló, tehát ez folyamatosan rendelkezésre áll, illetve egy vetőmagot, amiből ezt a fibert tudom előállítani, illetve szintén bogár lárvát vagy valamit, illetve vagy látom szarvasmarhát, valamint üzemanyag is van a közelben. Veszély nélkül fölvehetjük, de itt nem akarok három kört eltölteni ezzel, hogy ezt fölbeszegetem, hanem majd idehozom a specialistát, aki erre ki van képezve. Itt akkor fölvettem mindent, jöhetünk ide. Azt mondja, hogy ti mit őriztek. Ha jól tudom, akkor ez egy későbbiekben a 14 darab, talán ilyen music box vagy valami ilyesmi, ez szórakoztató egységekben lehet majd felhasználni. Jelen pillanatban nem szükséges. És azt mondja, hogy még... Na azt akkor itt nézzük meg, hogy mennyi van még belőle, amíg beérkezik a cucc. Még 22 óra. Épül az iskola. Ugye mivel csak szintén megint egy darab állító van, nem nagyon tudják idehozni a cuccokat. Úgyhogy én szerintem fogom, és ezt a Foresterbe éppen senki nem dolgozik. Az jó. Onnan akartam volna elvenni egy embert. Ide kell, ide se kell szerintem most senki, ugyanis a boldogság, hát nem éppen a legjobb. Kevesen vagyunk. De meg mikor gyógyulsz már meg? Hát nem igaz. Felveszem magas prioritásra. Mindenki ezzel foglalkozzon. Sőt, ha most már ennyi műanyag van, innen egy valakit akár ki is vehetek. Én meg ugye beesetettem senkit, úgyhogy ez így jó is lesz. Most már két ember tudja behozni a nyersanyagot. Úgy néz ki, hogy a szőcséket tették meg először, nem a kukacokat.
Van 16 hús, 15 gyümölcs, vagy ilyen bogyó, 6 hal, hamarosan kukorica is, sőt, teljesen meg is érett. Ezt nem tudom, hogy elkezdik, igen, elkezdik önmaguktól lekaszabolni. És új katasztrófa. Lepjetek meg, nem tudom. Nem tudom, mi lesz az. Na most már csak a fémre várunk. És valószínűleg, hogy most vagy az orvos, vagy a páciens jött be. Úgy néz ki, a páciens hamarosan végez gyógyulással. És aztán megint 4 szállítóm lesz. Tökéletes. Hát most 3-at jelez, valószínűleg akkor Lilian valahol dolgozott. Jaj. Nem akartam kirúgni a munkahelyéről, bocsánat. Igazából lényegtelen, lényeg, hogy most már 3-an hozzák a tucat, és ez is elkezdett épülni. Ez a 8 gyerek már iskolába járhat, illetve később hasznos tagja lett a kolóniának. És itt még van egy kis sátor is, ezt nem is emlékeztem, hogy ezt még megépítettem. Úgyhogy akkor hamarosan meg lesz a fa. A tákolmány megépítéséhez. Bár lehet, hogy nem a legjobb ötlet ezt a katasztrófa előtt megcsinálni. Úgyhogy megvárjuk, még az iskola megépül. És akkor valószínű, hogy ezt az epizódot itt abba is hagyom. A specialistánkkal talán még lépek egyet. És akkor utána így innen fogjuk folytatni a következő részben. Remélhetőleg addigra már megépítem a mechanic shopot is, lesznek alkatrészek. Már épp mondtam, hogy gyorsítsuk fel a időt, de közben megtörtént. Akkor felfedezhetjük ezt a részt is itt. Még egy laboratórium. És Miskával még egy egészen messze van a térkép déli része. És éjszakra mindjárt odaérek. Akkor itt én délre fogok vele elmenni. Vetünk még fel komponenst. Illetve azt mondtam, hogy először ezt akarom vele felfedezni, de most már mindegy. Itt is van még egy másik kutató állomás. Itt az egész sok 700 research pontot ad, ez nagyon jó. Akkor vele itt felfedezünk egyet. Ez nem rossz egyébként. Fémből nem állunk rosszul, de az jó. Azt mondja, hogy őriztek-e valamit? Ja, igen, itt vannak a szórakoztató dobozok. Ők nem őriznek semmit, és nem is kimondottan erősek. Nagyszerű, következően pedig akkor ezt a 3-at itt felfedezem. És aztán lassan elkezdhetem őket visszahívni, ugyanis sok minden van náluk, amit tudnék itt a kolónián hasznosítani. Úgyhogy elkészül az iskola, elkészül a kutatás, innen fogjuk folytatni a következő részben. Remélem akkor is velem fogtok tartani. Ha tetszett a rész, akkor nyomjatok egy like-ot és egy subscribe-ot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!